Ma már zömmel napos lesz az időjárásunk, de azért nem zárható ki egy-egy kisebb zápor, esetleg zivatar. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Bár lassan már megszokhatnánk ezt a forgatókönyvet, hiszen az elmúlt időszakban minden napunk záporokkal, zivatarokkal tarkított volt, de ennek szerencsére már látni a végét, és ennek ellenére egyébként bőven töltődhettünk napsütéssel is. Cvikli Tibor pedig egy olyan fotót küldött, ami a csapadékos időjárást követő napsütésről szól. Pókaszepet településen készült a kép, ezúton is nagyon szépen köszönjük a fotót, és ha önök is készítenek bármilyen időjárással kapcsolatos felvételt, akkor a képeket mindenképpen küldjék el nekünk a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. És akkor nézzük is, hogy mire számíthatunk ma. Ahogy mondtam, zömmel a napsütés lesz a jellemző, viszont a napsütés hatására ma is beindul a gomoly felhőképződés, kisebb záporok és zivatarok elvétve alakulhatnak ki, nagyobb számban inkább a Kárpát-medence északi felében, de jelentős csapadék már sehol sem várható, és heves zivatarok sem lesznek estig. Mert este bizony délen, délnyugaton már újra beindul a légkör, lehet zápor, zivatar, hiszen közeledik hozzánk egy front, ennek hatását érezhetjük meg. Ezt megelőzően még a csúcsértékek a 30 fokot is elérhetik, hiszen a délnyugati-nyugati szél szállítja hozzánk a meleg léghullámokat. Összességében a Kárpát-medence egész területét figyelembe véve 22 és 30 fok közé melegszik a levegő. Már a csapadékrendszer, ami a délnyugati területeken okoz csapadékot, előrejelzi nekünk azt, hogy hétfőn bizony sok helyen szükség lesz az esernyőkre, hétfőn elér bennünket egy front, ennek hatására tényleg több helyen kialakul zápor, zivatar, és újra készülnünk kell heves zivatarokra is. Lehet felhőszakadás, úgyhogy lokálisan kisebb körzetekben rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is lezúdulhat. Jégeső is kísérheti az zivatarokat, illetve átmenetileg ezek környezetében megerősödhet, viharossá is fokozódhat a szél. És egyébként is feltámad a szél, méghozzá az északnyugati szél a frontot követően, emiatt átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, nagy hidegre így sem kell számítani, kedd lesz a hét leghűvösebb napja, mikor is 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Aztán napról napra csökken a csapadékhajlam, szerdán még helyenként lehet részünk záporban, zivatarban, majd a szerdát követően a hét második felében száraz léghullámok érkeznek hozzánk, egyre kevesebb felhő lesz az égen, és egyre több felé 30 fok felett alakulnak a csúcsok. Fröhlich Dávid, császári matematikus 1615. júniusában hódította meg a késmárki csúcsot a Magas-Tátrában, melyről így írt. Derült időben kékes-szürke fény árasztja el a hatalmas láncot. Csak olykor-olykor ütközik bele egy-egy felhő. Ha a hegyóriások füstölögni kezdenek, sűrű gomolyokban szállnak föl belőle a felhők, eltakarva a derekukat. De magas csúcsaik a naptól bearanyozva büszkén emelik fejüket a felhők fölé. Számos értékes meteorológiai észlelést köszönhetünk neki. Többek között azt is, hogy a felhők nincsenek olyan rendkívül magasan, mint azt akkoriban hitték. Napjainkban már azt is tudjuk, hogy a felhők elhelyezkedése és anyaga szorosan összekapcsolódik. A tengerszint felett 2 kilométeres magasságban, nagyjából ahol most én tartózkodom, húzhatunk egy határt. E fölött jégkristályokból és túlhűlt vízcseppekből állnak, míg az alacsony szintűeket, például a gomoly vagy a rétegfelhőt, túlnyomóan vízcseppek alkotják. Ezen a vidéken kifejezetten gyakori, hogy a völgyeket alacsony szintű felhőzet borítja, miközben a hegytetőn ragyogóan napos az idő. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!